De jó a dió, idén kiváló termésre számítanak a termelők. Szatmár határok nélkül, nagy ecsedre várták a reformátusokat határon innen is túl. Filmfesztivál idén is megrendezik a seregszemlét a hétvégén Máté Szalkán. Kiváló minőségű lesz az idei dió, a hozam pedig a hektáronkénti 2 tonnát is elérheti. A szakemberek szerint az elmúlt hónapok időjárása kedvezőbb volt a fák számára, a sok csapadék és az extrém meleg azonban okozott nehézséget a gazdák számára. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A dió mérete a 36 mm-t is elérheti, a hozam pedig hektáronként 2 tonna is lehet. A tavalyi szárassághoz képest az idei csapadékos idő kedvezőbb volt az ültetvények számára. A térség egyik legszebb dió ültetvénye Tarpán. Itt közel 40 hektáron mintegy 4000 diófa található. Guti Rudolf 3. generációs termelő, aki már biogazdálkodást végez a területen, ezért speciális feltételeknek kell megfelelni a termesztés során. A tavalyi szárassághoz képest kedvezőbbnek tartja az elmúlt hónapok időjárását. A sok csapadék és az extrém meleg időszakok azonban több nehézséget is tartogattak az ökológiai termesztés során. A lombállományt például gyengébbnek értékeli idén. Ezzel szemben a termés minősége kiváló lesz, a dió mérete a 34-36 mm-t is eléri, és a hozam is megfelelő a gazdálkodó szerint. A hozamot azt szerintem olyan 2 tonnára becsülöm. Na most ez hozzátartozik az is, hogy ez attól is függ, hogy milyen növényvédelmet, milyen lombtárgyákat használt, mennyi tápanyagot kapott ez a növény, hány szó volt a soralja vagy a sót közkaszálva. Ebben a csapadékos időjárásban 5 alkalommal kellett kaszálni, és a bióban nem engednek semmilyen gyomítót használni, szóval itt ilyen mechanikus gyomítás történt. Ez is egy plusz költséget jelent, de a másik oldalt úgy érzem, hogy kompenzálni fogja az ár, meg a piac. A permetezés is probléma volt, a biotermelésnél használt anyagok ugyanis kevésbé ellenállóak a sok csapadékkal szemben. Most már a betakarítást előkészítő munkálatok zajlanak. A diót várhatóan a következő 2 hétben kezdik majd szedni. A betakarítás a szeptember közepén szokott kezdődni, de ez mindig meghatározza azt, hogy hogy vannak a csapadék, mert a csapadék hatására szokott kicsattanni a dió, hogy ne kelljen annyit leválogatni a burkot, meg ne kelljen különböző gépeken ezt törni. Megvárjuk azt, hogy kicsattanjon ez a burok, és utána indul be a betakarítás. Jelen pillanatban a gyümölcsfák alját egy kalapácsos zúzóval zúzzuk lefelé. Egyrészt készülünk arra, hogy nagyobb mennyiségben lesz a levélhullás, és hogy a diót könnyebben be tudjuk takarítani. Van egy lombfúvó, amivel ezt a levelet ki fogjuk fújni, és akkor a dió fog alatta tisztán látszani a fa alatt. Ezen az ültetvényen a fák 80%-a milotai 10-es diót terem. Ennek hozama ugyan kevesebb a konkurens fajtákénál, ezzel szemben hamarabb kerülhetnek piacra, minőségük pedig kiváló. A 100 éve született Molnár Mátyásra emlékeztek Vaján. A Népművelő Múzeum igazgató a Vajai Vai Ádám Múzeális Gyűjtemény alapítója volt. Az intézmény ma már a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozik. A korszakos kulturális szakemberre tisztelői emlékeztek a település református templomában. Molnár Mátyás egyik kedvenc dala csendül fel a Vajai Református templomban. A múzeum alapító 1956-ban került családjával Tunyogmatolcsról Vajára büntetésből, mert részt vett az 56-os forradalom helyi szervezésében. Így emlékezett édesapjára, Molnár Sándor, aki most vezeti a múzeumot. Az a munkásság, amit édesapám és édesanyám együtt csináltak, az meghatározó volt Vaja jelenére és a jövőjére, hisz nagy mértékben hozzájárult az a tevékenység, hogy Vaja 2009-ben várossá válhatott. Igazából az a tudományszervező a kastély felújításáért tenni akaró voltak, és meg tudták valósítani álmaikat, mertek nagyot álmodni 1957-ben, amikor ide kerültek Túr Istvánliból, ugyanis ott megalakították 56 őszén a helyi forradalmi tanácsot, és ezért a hatalom büntetésből Vajára helyezte. A megemlékezésen Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, Molnár Mátyás élete 3 fogalom köré csoportosult.
a mai világ talán legfontosabb hármas kijelentéseit vaján megtestesül a mai napon, hiszen Isten, haza, család egy 100 évvel ezelőtt született igazi lokálpatrióta Isten házában, és arról a hazáról, ahol Rákóczi fejedelem is uralkodott, beszélgetünk, vagy emlékezünk. Molnár Mátyás alakját idézte fel Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke is. Azt mondta, hogy a tipikus vidéki értelmiségi sorsa jutott neki. Az elmondásokból, a kortársak visszaemlékezéseiből egy olyan alkotó életút áll előttem, mely tiszteletet parancsol és tiszteletre méltó. A tipikus vidéki értelmiségi, aki olykor a lehetetlennel harcolva vagy dacolva alkot maradandót, akár a semmiből is maradandót. Ez az ő alakja előttem, és azt gondolom talán mindannyiunk emlékezetében, akik személyesen nem ismerhettük. Ugyanakkor viszont azt is meg kell említenem, Kovács Árpád úrra gondolva, hogy olyan pártfogója volt ennek az intézménynek korábban is, illetve a mi működésünk idején is, amely a legjobb állapotban lévő kis vidéki múzeumot jelentette itt ebben a vármegyében. Akkor esett hát egy felújításon azt követője, azt megelőző években, 2000-es évek elején a múzeum, és egy igazán egy gyöngyszeme mai napig is a megyei múzeumoknak ez a vidéki múzeum. Találkozások helye, olyan tudós közönségnek a találkozásai helye, amiket Kovács Árpád úr említett, akiket Kovács Árpád úr említett, és ez a névsor mindenféleképpen tiszteletet érdemlő, és mindez Molnár Mátyás munkásságának köszönhető. Bízom benne, hogy ez a sorozat folytatódik, és az ő munkássága élő emlékezete következő nemzedékekre is áthagyományozódik. Köszönöm szépen a figyelmet! A megemlékezésen beszédet mondott Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese is. A politikus úgy fogalmazott, máigható, példamutató életet élt Molnár Mátyás. A Molnár házaspár az 1956 utáni szigorú, fenyegető légkörben sem adta fej céljait, a közösség szolgálatát. A büntetésükből hitük segítségével éppen hogy erőt merítettek. És hitük ereje szétfeszítette rabságuk kereteit, hitük erejével tovább szárnyaltak gondolataik. Innen nézve könnyű észrevenni, nem is történhetett volna velük jobb és fontosabb annál, mint hogy vajára kerültek. És a közösség életében sem történhetett volna szerencsésebb fordulat, mint hogy megérkezik közéjük a Molnár házaspár, egy két csodálatos ember. Nem kétséges, hogy Molnár Mátyás és Elluska Isten szándékának és tervének megfelelően cselekedtek, amikor a rosszban, bajban is felismerték jó Isten támogatását, segítségét, útmutatását. Molnár Mátyásra református istentisztelet keretében emlékeztek. Fekete Károly püspök azt mondta, bibliai értelemben is példamutató életet élt vaján a Molnár család. Olyan emberre emlékezünk Molnár Mátyás személyében, aki láttatni akart. Múltba vesző tettek, emberek, alkotások láthatóvá tételére tette föl az életét. A romokból várat építő, az emlékezet kastélyának létrehozója volt. Nemzeti méltóságunk, örökségünk őrévé vált. Molnár Mátyásról két iskolát neveztek el a vármegyében. Most vaján a 100. évfordulóra sétányt is elneveznek a múzeum alapítóról. 13. alkalommal rendeztek református találkozót Nagyecseden. A Szatmár határok nélkül elnevezésű rendezvény Nagyecseden ismét megtöltötte a templomot, és lehetőséget adott a határtalan találkozásokra mind a hitélet, mind a magyar kultúra szempontjából. A nagyecsedi református nagy templom tornya csendesen magasodik a város felé, lentebb pedig már szép számban érkeznek az érdeklődők határon innen és túlról. Az idei rendezvényt már 13. alkalommal rendezi meg a Reformátusok Szatmárért Egyesület. 2011-ben alapítottuk az egyesületünket, Reformátusok Szatmárért Egyesület, és ezzel egy időben ezt az úgynevezett fő rendezvényünket is akkor indítottuk el, mert maga a rendezvény és az egyesület hasonló
céllal jött létre. Szatmár vármegyéről, történelmi Szatmár vármegyéről van szó, tehát úgymond azokat a határokat, amelyeket Trianonban erővel meghúztak, mi úgy gondoljuk, hogy azokat a határokat bontsuk le. Természetesen tudjuk, hogy ezt elsősorban lélekben tehetjük meg, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy egymásra találjanak a szatmári reformátusok. A szocializmus nagyon érdekes időszaka volt a magyar történelemnek, hiszen Trianon tragédiájáról még csak beszélni se nagyon volt szabad, és itt egy pár kilométerre volt egy határ, de nem nagyon tudtuk, hogy ott ugyanolyan kultúrkörben élnek magyar testvérek. Amikor azt mondjuk, hogy határok, akkor egy földrajzilag mesterségesen létrejött határról beszélünk, de vannak más határok, amiket az élet úgy hozott, hogy el kell törölni, hiszen, vagy talán ezek a határok nincsenek is meg. Milyen nyelvi határ? Mert magyarul beszélnek itt is, és ott is. Kulturális. Nincs kulturális határ. Mert ugyanazt a kultúrkört éljük meg. Ha most azt mondom, hogy Kölcsey Ferenc, ő Sződemeteren született, Szatmárcsekkén élt, ott írta meg a nemzeti imádságunkat. Most ő romániai magyar költő, ő magyar. De hát mondhatjuk bármelyik erdélyi költőre, művészre, tudósra, nem azt mondjuk rá, hogy ilyen magyar, meg olyan magyar. Na most ezt akarjuk felerősíteni ezzel a rendezvénnyel, illetve hát maga az Egyesület is ezért jött létre, hogy történelmi Szatmár értékeit felmutassuk, bebizonyítsuk azt, hogy vannak művi határok, de nincsenek határok a nyelvben, a kultúrában és abban a közös gondolkodásban, amit a szatmáriak megélnek Nagy Károlyban, Szatmár Németiben, vagy akár éppen itt Nagyecseden. Elkezdődött a templomba való bevonulás, és hamarosan kezdetét vette az ünnepi istentisztelet. Az ige hirdetést és a köszöntőket követően idén is átadták a Milotai Nyilas István díjat. Korábbi években a díjat Csüri István és Novák Katalin kapta, idén pedig Homonnat György festőművész és gimnáziumi tanár vehette át az elismerést. Nagyon meglepődtem először is, amikor Fülöp István barátom, a Reformátusok Szatmárért Egyesület elnöke felhívott telefonon, hogy egy díjat fogok kapni, és először ilyenkor az ember szóhoz sem jut, illetve rögtön arra gondoltam, hogy kinek köszönhető ez még, mert aki díjat kap, az nem csak ő tett valamit azért a díjért, hanem nagyon sokan, és ez is egy team munka, egy csapatmunka volt, mert én készítettem az utóbbi évek református fali naptárát, és nagyon szerettem ezt készíteni, de hát ez egyedül nem megy. A rendezvényen többek között közreműködött még a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar és az Ecsedi Bátori István Református Általános Iskola és Gimnázium énekkara. Aláírásgyűjtésbe kezdett a Jobbik konzervatívok a vendégmunkások betelepítése ellen. A Jobbik konzervatívok szerint a külföldi munkaerő lenyomja majd az amúgy is alacsony vármegyei béreket, a fiatalok pedig külföldön keresnek majd megélhetési lehetőséget. Z. Kárpát Dániel országgyűlési képviselő szerint a gyárak megépítésével egy új filozófia költözik be a magyar gazdaságpolitikába. Ez a filozófia arról szól, hogy import technikával, főleg import alapanyagokból, az itteni adófizetők által biztosított feltételekkel és infrastruktúra mentén most már egyre nagyobb részben import munkásokkal állítsanak elő valamit. Ezt a készterméket kiviszik az országból, a profitot is jellemzően kitalicskázzák, nagyon visszafogott adózási hajlandóság mellett, és közben a magyarok számára is a vendégmunkások mellett olyan munkahelyek jutnak jellemzően, amik a sor mellett, a futószalagnál, 12 órás műszakban, általában általános iskolai végzettséggel betölthetőek. Mi nagyon tiszteljük a fizikai munkát és ezt a típusú munkát is, de úgy gondoljuk, hogy a magyarok tehetsége, szorgalma lehetővé teszi azt, és a magyarok tudása is, hogy ne az akkumulátorokat, hanem a szoftvert, a motort is gyárthassák Magyarországon, és azt látjuk, hogy mintha lebecsülnék a magyar munkaerő képességeit, mi pedig azt szeretnénk, hogy becsüljük meg a magyar munkavállalót, tartsuk itthon lehetőleg, ne kényszerekkel, hanem motivációs eszközökkel. Thank you.
Október 6-án hazai pályán a Tisza Kécske ellen kezdi a bajnokságot a Nyíkseszegfű bútor csapata. A továbbrai Szavics Bráne által irányított, alaposan átalakított együttes az NB2 keleti csoportjában indul majd. Az idény felvezető keddi sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy az egyesület a hétvégén U14-es fiú felkészülési kosárlabda tornát rendez a Bánki csarnokában. Az előző idényben az utolsó meccsig volt esély arra, hogy a nyíregyházi együttes meghosszabbítja tagságát az NB1 zöld csoportjában. Végül búcsúzott a harmadosztálytól a Nyíkseszegfű bútor, de a visszalépések miatt lett volna lehetősége arra, hogy ősszel is az NB1B-ben induljon. Az egyesület vezetése azonban úgy döntött, hogy egy megfiatalított csapattal más irányba indulnak el. Ennek több oka van. Egyrészt az, hogy látszott, hogy ez egy nagyon kemény kihívás. A jelenlegi körülmények között ennek logisztikai, anyagi hátterét nagyon nehezen tudjuk biztosítani, és utánpótlás vonalunk pedig nagyon intenzíven és erősen fejlődött. Ennek köszönhetően inkább arra próbáljuk a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk az utánpótlást támogatni. A jelenlegi szereplése, hogy az NB2-ben indul majd a Nyíkseszegfű bútor, így azt várjuk, hogy az utánpótlás korú játékosaink, az U16-U18-as korú játékosok egy sokkal keményebb terhelés mellett intenzíven tudjanak majd fejlődni. A szakmai munkát továbbra is Szavics Bráne irányítja. Mint elmondta, a felnőtt csapat heti 3 edzéssel készül majd, mellette a fiatalok még 2-szer edzenek a korosztályos csapatban, így a meccsekkel együtt megkapják a fejlődéshez szükséges képzést és terhelést. Aki volt még a tavaly itt, 3-4 rutinos játékos, mindenki más lesz a fiatalok, U20 vagy U18. És akkor ez a cél, hogy ő fogtok kapni nagyon sok perc. Ez a legnehezebb és legnagyobb lépés, mikor utánpótlás sport kell utána belépni a felnőtt csapat sport. Szeretem, ez a NB2 pont elég jó bajnokság, hogy ez a fiatal játékos szépen tudtak kezdeni ismerni a felnőtt csapat, felnőtt sport. Mert ott van több kontakt, ritmus más, és szeretem, ez a tanuló év lesz nekik. Az NB2 keleti csoportjában 5 csapat szerepel. A bajnokság 2 oda-vissza körből áll, így 16 meccset játszanak az együttesek. A Nyíkseszegfű bútor október 6-án hazai pályán a Tisza Kécske ellen kezdi a szezon. Ezen a hétvégén pedig egy U14-es felkészülési tornát rendez az egyesület. Ez a csapat tulajdonképpen egy éve fiatalabb zömében a kulcsjátékosok, mint a korosztály, de minél erőbb akarunk végezni, és már készülünk a következő évre, mert a gyermekcsapat, vagy a kenguru csapat viszont kimondta jó országos szinten is. Tehát egy idő után össze fog állni, és olyan csapatok fognak itt a Nyíksébe létrejönni, akik akár az országos döntőig is elmehetnek. A szombaton 9 órakor kezdődő tornán a hazaiakon kívül a MEAFC, az Eger és a Nyíregyházi Sportcentrum csapata lép pályára a Bánki csarnokában. Hétfőn este elkészítették a labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójának párosítását, az NB1-es Kisvárda BLS első osztályban szereplő Union FC otthonában lép pályára. Az NB2-es Nyíregyháza Spartacus az NB3-as Dunaföldvárhoz látogat. A forduló hivatalos játéknapja november 1-e. Idén is megrendezik az Adolf Cukor Film Fesztivált Máté Szalkán. Ezen a hétvégén várják a filmszerelmeseit a szatmári városba. Pénteken és szombaton filmeket nézhetnek, és közönségtalálkozón vehetnek részt az érdeklődők. Gőzerővel folynak az előkészületei az Adolf Cukor Film Fesztiválnak Máté Szalkán. Az önkormányzat a Magyar Hollywood Tanáccsal és az Origo Film Stúdióval közösen rendezi meg a kétnapos eseményt. Verseny idén is lesz, ám a tavalyi felnőtt nemzetközi mezőny helyett idén fiatalabb korosztályban gondolkodtak a szervezők. Abból a szempontból egyedi a filmfesztivál, hogy először Magyarországon mindenképpen, de máshol sem nagyon tudunk erről, hogy 12 és 18 év közötti korosztályt szólít meg. Kifejezetten az volt a cél, hogy ilyen fiatalok készítsenek okostelefonjaikkal, vagy bármi más filmes eszközzel maximum 5 perces rövid filmet.
És ugye Adolf Cukor életének példája kellett, hogy legyen a sorvezető, az akaraterő, hogy akaraterővel mindent meg lehet valósítani. No, augusztus 31-ig volt a jelentkezési határidő, valóban elég sokan neveztek, a szakmai zsűri, amelyet Szász Attila, Balázs Béla díjas filmrendező vezet, már foglalkozik a filmekkel, és a verseny napokon, tehát 22-én és 23-án 25 filmet fogunk levetíteni a nevezettek közül, azok, akik majd számíthatnak arra, hogy a komoly díjakat megkapják. Az első helyezett például 500 000 forint értékű díjat kap majd, és a dobogósok is nagy értékű nyereménnyel távozhatnak. A versenyfilmek vetítésén túl elismert filmes szakemberekkel is találkozhat és beszélgethet a közönség. Nem csak a professzionális filmes szakembereknek szólnak ezek az előadások, beszélgetések, hanem éppen az a lényeg, hogy bárki, aki eljön Máté Szalkára az ország bármely pontjáról, vagy bármelyik középiskolából jól érezze magát, és megtalálja azt a programot, ahol olyan információkat hall a film szerelmeseként, amely számára is különleges. Tehát ez egy laza, kötetlen, jó hangulatú két nap lesz a mi látásmódunk szerint, ingyenes filmvetítésekkel, zenével és egyéb különleges programokkal. Az erről tartott tájékoztatón az is elhangzott, a filmfesztivállal egy időben zajlik majd a Magyar Hollywood vetélkedő országos döntője is, amelyre 15 településről érkeznek majd csapatok Máté Szalkára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Kiváló minőségű lesz az idei dió, a hozam pedig a hektáronkénti 2 tonnát is elérheti. A szakemberek szerint az elmúlt hónapok időjárása kedvezőbb volt a fák számára. A sok csapadék és az extrém meleg azonban okozott nehézséget a gazdák számára. A dió mérete a 36 mm-t is elérheti, a hozam pedig hektáronként 2 tonna is lehet. A tavalyi szárassághoz képest az idei csapadékos idő kedvezőbb volt az ültetvények számára. 13. alkalommal rendeztek református találkozót Nagyecseden. A Szatmár határok nélkül elnevezésű rendezvény Nagyecseden ismét megtöltötte a templomot, és lehetőséget adott a határtalan találkozásokra mind a hitélet, mind a magyar kultúra szempontjából. Idén is megrendezik az Adolf Cukor Filmfesztivált Máté Szalkán. Ezen a hétvégén várják a film szerelmeseit a szatmári városba. Pénteken és szombaton filmeket nézhetnek, és közönségtalálkozón vehetnek részt az érdeklődők. Szeptember 19-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk majd. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Kedden éjszaka borult idő várható a vármegyében, az előrejelzések szerint sehol sem lesz csapadék, a hőmérséklet 16 és 20 fok között alakul. Szerdán napközben marad a derült napos időjárás, a hőmérséklet délután 23-25 fok között alakul. A hét további részében marad a késő nyárias meleg idő, csapadék nem várható.